Olnyit. Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tűzsdei helyzetkép következik hát uh, izgalmas, furcsa nap volt a tegnapi a Budapest értéktes, de nem jó nagy volt a forgalom, 18,1 milliárd forint, ami lényegesen magasabb az átlagnál, és emelkedett is az index 7,1%-kal 322,5 pontot, 44.715 ponton zárt így, az ember azt gondolhatná, hogy micsoda jó kis emelkedős nap volt, de ezt egyedül az OTP kotorta össze gyakorlatilag a maga közel 3%-os emelkedésével, mert hogy a mások három vezető részén a Budapesti Értékpörzsén esett. Tehát eh, joggal mondhatjuk, hogy egyedül az OTP húzta az indexet. Ez a 3 ez 410 forintos többlet a papírok, bankpapírok esetében, és 14.360 forintos záró eredményezett. A MOL az 11% kal vagyis 2 forinttal esett, 2444 forintra a Magyar Telekom 1 forint 50 fillérel, 401 forint 50-re, itt terjedem, a ritergedelem papírjai pedig 140 forinttal értékelődtek le, 7410 forintra, ez közel 2 százalékos esés, és nézem még a kisebb papírokat, a Bumix indexet, ami szintén csökkent 2 a 3717 pontra. Hát Amerikában úrá optimizmus uralkodik, sok mindennek köszönhetően. Az egyik oka az, hogy szépen kúszik az olajár fölfele, most már 53 dollár 74 centen van, az amerikai. Pandémiai, pandémia előtti időket, igen, időket idéző. De, de, állít, komolyan, igen. de komolyan, de és... komolyan. Igen, igen, tudom, mert így, így írták a nemzetközi ja. <laughs> magyarázók. Hát jó, 10 dollár plusz van benne, több is, 13, úgyhogy nem véletlen, hogyha megnézzük a legnagyobb nyerteseket, akkor az Occidental Petroleum 12,6%-kal, a Marathon Oil Company, azt mondja, majdnem 10%-kal, a Devon Energy 7,5%-kal, a Halliburton 7,5%-kal, Úgyhogy elég erős, de egyébként normál euh, részvény, mondjuk, tehát nem ebből a szektorból való részvények is jól szerepeltek. Többek között az autóipar szereplője, a legkereskedettebb euh, papírok, legnagyobb volumenben gazdát papírok közül a vezetők, a GM azt mondja, hogy 6,2%-os plusszal, a Ford több mint 5%-os plusszal, de jól szerepelt a GE, majdnem 3%-kal, és képzeld el az Under Armour, is 5 fölött, meg a Macy's a kiskereskedelem 3,3 kal úgyhogy azt lehet mondani, hogy elég jó napja volt ezeknek a tulajoknak, és főleg, hogyha megnézzük, hogy Londonban, Frankfurtban ilyen kis mínuszok jöttek össze a tegnapi napon, Amerikában a kis pluszok a, nagy mutatóknál, tehát a Dow Jones 0,2, a Nasdaq 0,3, az S&P pedig 0, ,3. 4 század százalékos plusz. Minden esetre lehetett uh, mind keresni, az biztos. Uh, Japánban egyébként a Nikkei most 1 uh, százalékos pluszban van, úgyhogy pozitív zárás van. A Hongkongi Index, a Hang Seng fél százalékos mínuszban zárt. És a Shanghai Már kompozit a is. A kínai is, a Shanghai igen, kompozit, igen, ott vagy, is, a igen. China 50, ezek mind egy százalék körüli, vagy annál nagyobb mínuszban. Úgyhogy Amerikában pozitívum, máshol, meg Japánban máshol nem volt olyan jó kereskedési nap. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Na, azt mondja, hogy uram, nem már, minél több... Szia, uram! Minél több e-mailt... Csak én válaszoltam a hallgatónak. Minél több e-mailt küldenek, annál hamarabb a spam vagy kuka lesz a vége nem arra gondoltam, hogy megspemmeljenek valakit, hanem nyilván van annak az előfizetőnek másfajta elérése is, nem csak e-mail. Szóval ez egy fontos dolog, de nagyon sokan jelezték, hogy neki jött Aztán jó, a levél. A hivatalok, a kormányzati szervek ilyen magánszámról, rejtett számról hát, hibogatnak, én egyiket se veszem föl, és akkor azért nem érnek el. Igen. igen. Szóval, hogy levelet is kaptak sokan az NKM-től, hogy mostantól más címről érkeznek az ügyfélszolgált levelei. Szuper, ez tök jó akkor ezek ilyen. Mi nem ezt tapasztaltuk, de hát lehet, hogy mi vagyunk a kivétel. Reméljük, hogy nem sokan esnek áldozatul ebben az adathalászatban. Azt mondja Pengész, hogy ha meg tudják oldani, hogyha adathalász az oldal, akkor a banki fizetést is meg tudják csinálni trükkösen. Igen, de nem ez a jellemző, meg tudnák, ha akarnák, de annak egy viszonylag egyszerű nyomon követhető vonala van, ráadásul annyit tudnak lehúzni az emberről, amennyit éppen akkor kifizetsz. Viszont, hogyha megadod a kártyád adatait minden egyes kóddal, az ellenőrző kóddal is, az ő saját felületükön, akkor a birtokában vannak a kártyádnak, az összes adatának, és azzal szépen tudnak többet is, több helyen is fizetni. Ez történt egyébként a korábbi esetekben. Úgyhogy ezért érdemes odafigyelni erre. Na. Jönnek a hírek, mit Andinak örvendünk vala, mert hogy ő lesz a hír szerkesztő a mai nap folyamán, és itt rögtön az első blogban be is mutatkozhat, hogy mit tud mára felkínálni hírek tekintetében, úgyhogy hallgassuk. Nézd a millákat,